Sziasztok, ugyan szeptember van, de nálam még bőven tart a grill szezon, pláne most, hogy ugye nincs már az a 30-35 fok, ezért most hoztam nektek egy cseresznyi és kólás barbecue-s chicken lollipopot Amerikából. A csirkével fogunk kezdeni, méghozzá a csirke comboknál a bütyök alatt bevágjuk, leszedjük a bütyköt, majd a húst szépen letoljuk, és így kapunk egy ilyen lollipop formát, és ezt fogjuk betekerni békönnel. Természetesen ízesítés után. Nagyjából a csontot még meg kell takarítanunk, de nagyjából így rendben lesz. A csirkecombjaink nagyjából készen is vannak, amiknek a fűszerezéséhez bátran használhatjátok a kedvenc grill fűszereteket, vagy ha nincs ilyesmi, akkor én most ajánlok nektek egy fűszerezést. Amihez egy mozsárba öntsetek nagyszemű sót, nagyszemű borsot, barna cukrot, füstölt paprikát, egy nagyon pici fahéjat, oregánót, bazsalikomot és körrit. Általában, hogyha grillételt csinálok, mindig belecsempészek egy kis fahéjat a fűszerekbe, mert szerintem eléggé kiemeli az ételek ízét, például a békönnél is, amikor használom, rakok rá egy keveset. A csirkecombjainkat most megfűszerezzük a fűszerkeverékünkkel, azután pedig 200 békönnel szépen körbetekerjük a húsrészt. A sütés megkezdése előtt ne felejtsük el a csontrészt becsomagolni egy kis alufóliával, mert elég kellemetlenül meg tudnak égni ezek a csontok. Hogyha ezzel megvagytok, akkor nincs is más feladatotok, mint egy 180 Celsius fokra előmeregített grillsütőbe belerakni, és 45 percet így sütni. 45 perc! Indul! Most pedig elkészítjük a köretnek valót, ehhez első lépésnek a pici burgonyákat készre főzzük. Amíg fő a krumplink, addig megcsináljuk a cseresznyi és kólás barbecue szószt, amit a 45 percen túli 10 percre fogunk majd rákenni a csirke combjainkra. Ehhez először egy fej vöröshagymát és 3 gerezd fokhagymát apróra vágunk. Hogyha hagymát összevágtátok, akkor már rögtön egy kis serpenyőbe, egy kis zsiradékon el is kezdhetitek párolni. Figyeljetek rá, hogy ne süssétek, csak pároljuk, és hogyha lepároltátok, akkor mehet bele a végén a fokhagyma egy nagyon-nagyon pici időre. Most pedig hozzáöntjük a cseresznyés kólát, rakunk belőle a cseresznyerekvárunkból és a szójaszószunkból. Most belerakjuk a ketchupot, a melaszt és az almaecetet. Ezután mehet bele a Worcester sauce, sózzuk, borsozzuk, és ha szeretitek a csípőset, akkor most kell bele chilit raknotok. Utána pedig elkezdjük főzni, ne ijedjetek meg, nem szabad pótolnunk a folyadékot, az a jó, hogyha minél sűrűbb lesz. Amíg a krumpli és a barbecue sauce fő, addig össze tudjuk rakni a mártogatósunkat, amihez először is tejfölt és majonézt keverünk össze. Ezután egy gerezd fokhagymát és egy kis fej lilahagymát vágunk bele nagyon apróra. Egy evőkanálnyi limelevet és 3 levél mentát is rakjatok bele. Közben azért néha kukkancsatok ide a barbecue szószotokra is, mert hogy ez szépen sűrűsödni fog, nem kell megijedni, hanem folyamatosan kevergetni kell. Közben megfőtt a krumplink, úgyhogy kivesszük. Amíg még melegek a krumplik, egy kis sóval meghintjük őket, aztán pedig félre rakjuk kihűlni. Amikor ezt az állagot nagyjából elérte a barbecue szószunk, akkor egy szűrőn át kell passzíroznunk, hogy ne legyen darabos. Ha letelt a 45 perc, akkor már nincs más hátra, mint hogy a speckó barbecue szószunkkal átkenjük a csirkéket, és 10 percet még bizony a 180 fokon süssük. Higgyétek el, hogy a csirkehúsnak se árt, hogyha egy 5 percet pihentetjük, ezért most én félrerakom, és a megfőtt krumplikat egy ilyen hamburgerhús összenyomóval lenyomom a rostlapon, és mind a két felüket átsütöm, közben pedig sózom-borsozom. Ha szerettek grillezni, bátran próbáljátok ki ezt a kis receptet, és ne felejtsetek el követni minket Instagramon, TikTokon, Facebookon. Na, szevasztok! A videót a Kikoman szójaszósz támogatta.